szól van a szalmán, sehol sincsen ágy. Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ. Boldogan figyelnek égi fényjelek, szél a szalma ágya, hallgó kis dedek. Jászol van a szalmán, sehol sincsen ágy. Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ. Rongyos istállóban pislákol a mécs. A gyermek fölébred, nem sír egyre nincs. Tekints le az égből, mert szeretlek én. Tartsd fölém kezecskét, védőn könnyedén. Rongyos istállóban pislákol a mécs. A gyermek fölébred, nem sír egyre néz. Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz. Most is mindörökké imádságom ez. Az aprókat áld meg, itt és mindenütt. Élhessenek égben, te veled együtt. Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz. Most és mindörökké imádságom. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Mesevár óvoda és bölcsőde karácsonyi ünnepségén. Szeretném megkérni intézményünk vezetőjét, Varó Gyulánét, hogy köszöntsük megjelent vendégeket. Én is köszöntök minden vendégünket, és elsősorban titeket gyerekek, akik a mai nap főszereplői lesztek. Elérkezett az év vége, és vele a tél legszebb ünnepe. Nem sokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra. Óvodánkban az adventi időszak különösen fontos. Ilyenkor ünnepi díszbe öltöztetjük az óvodát, a csoportszobákból halk zene szól,
és mézes kalácsillata száll. Minden gyermek készíti titkos ajándékát szüleinek, nagyszüleinek, hogy szebbé, boldogabbá tegye a szeretet ünnepét. Nagycsoportosaink, mint minden évben, nagy izgalommal, szeretettel készültek a mai napra, hogy örömet szerezzenek családjuknak. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az ízása. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljon. A Mesevárogoda és Bölcsőde dolgozói nevében kívánok áldott békés karácsonyt, boldog, eredményekben gazdag új évet és a mai naphoz jó szórakozást! Engedjék meg, hogy Vas Albert Karácsonyi Versek című művéből idézzek néhány sort. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Az emberek világszerte ünneplik a szeretet ünnepeként a karácsonyt, az ünnep, ami egyben a családi együttlétet is jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az idén is, mint ahogy több éve már, hagyománnyá vált óvodánkban, hogy karácsony előtt a nagycsoportosok műsorral készülődnek. A gyerekek ezzel az ajándékkal kedveskednek szüleiknek, a nagyszülőknek, hozzátartozóiknak. Hangulatos műsorokkal szeretnének egy kis megnyugvást, melegséget, karácsonyi hangulatot varázsolni, megelőlegezni mindenki számára az ünnepre való készülés fordatagában. A karácsony ünnepének egyik igen kedvelt és népszerű süteménye a belépésnél kapott mézes kalács is, melyet a középsős és kiscsoportosok készítettek erre az ünnepi alkalomra, az óvonénik, a Dajka nénik segítségével. Karácsonyi műsorunk megkezdése előtt szeretnék megkérni mindenkit mobiltelefonjai kikapcsolására, lenémítására, hiszen az előadás közben nagyon zavaró, hogyha megszólal egy telefon. A gyerekek több hétig készültek igen nagy lelkesedéssel erre a mai napnak. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel. Először a pillangó nagycsoport lép színpadra, akik a tél örömeit mutatják be sok szép verssel és dalokkal. Felkészítő óvónéni, Kis Tiborné Irmuska néni, Szőlősi Albertné Viola néni, segítőjük pedig Kisné Botján Erika néni. Thank you.
karácsony ünnepén, mindenhol kigyull a fény, minden kéz láthatatlan összeér. Karácsony ünnepén, egész földtekén, még a köncsepp is a szeretetről mesél. Thank you.
tartozzon a fenyőfák alatt, gyertyánk ragyogjon, szívedbe költözzé nyugalom és szeretet, hozzon a karácsony békét és örömet. Hoppé, száll az időt, ünnepi díszben áll a fenyő, készül a bengyő, a sok bűn a falak, itt a karácsony a kertek alatt. Legszebb ünnep a karácsony, olyan, mint egy tündérálom. Szép ragyogó karácsonyfa, minden jóval meg van rakva. Nem adnám is semmi pénzért, csak egy kicsi szeretetért. Legyen, ahányan az asztalnál ültök, hiszen
csengő, érces hangjuk lányon zendül. Azzal élik minden ágon, karácsony van a világon. Mindenki szívébe kötött.
csoportba járó gyermekek álma a zöld fenyőről, amely karácsonykor betér minden házba. Kívánságuk, hogy a fényes karácsonyban szeretetről, békességről meséljen a szép ünnepen. Felkészítő óvónéni, Pap Sándor néni, Viola néni, Nagy Éva Évike néni, és segítőjük Szilágyi Józsefné, Ruzika néni. Hogy
költőszékbe szett karácsony, ünnepén a béken. Thank you.
az a fényes karácsonyfa, annyi mindent van nekem, szeretetről, békességről, mesélj le szép ünnepen. Karácsonyfa, karácsony, arándió zöldágon, slingel a csengetjén, szép vagy fenyő gyönyörű, csillagszóró gyertyafény, ég a fenyő ünnepén. Egy ünnepre készülődünk, esteledik már, szobánkban a szép fenyőfa, teljes díszben áll. Zöld ágai kis csomóval, puha vatt a hó, tűlemélyöz víz a rajszán, fel-fel csillanó. Itt is csillog, ott is ragyog, mint a napsugár, csilingelő csöpcsengetjük, édes hangja száll. Békehozó ág, illatoszik zölden, az ünnepi csöndben lének száll. Karácsony ünnepén boldog legyek.
énekzen. Messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsony. Magába száll minden ég. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templom hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adni. A magas. És legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott a betlehemezés. Az óvodai karácsonyi ünnepségeknek része a betlehemi játék, amely Jézus születésének eseményét, körülményeit mutatja be. Címe: Csillagragyog égi réten.
szereplők, pásztorok, angyalok, királyok, akik jó kívánságaikkal köszöntök az újszülött kisdededet. Bemutatják, eljátszák a történetet a csicsergő csoport nagycsoportos gyerekei. Színesíti a műsort a népi kórus, akik táncolnak és énekelnek. Felkészítő óvónénik Szabó Lajosné, Erzsike néni, Tótné, Bene Judit, Jutka néni, segítőjük Vargáné, Fúrián Erzsébet, Erzsike néni. Boldogan tudja meg.
Ike, mit mondjatok? Én is kíváncsi vagyok, terős készen, mert kék ajándékot vigyünk. Mi is kelljünk fel, Betlehembe menjünk el, megkeressük Betlehemet, Betlehembe a kisten. Yeah.
napját. Örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. Gáspár, menjél boldizsán, látod, ím előtted áll. Fejet hajtunk, levédelünk, kicsi Jézust ünnepelünk. Kicsi szemét felismítja, mosolyog már a Jézuska. Most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok. Hey, vígjuhászok, csodások! Mint csörögnek a források, mi gyönyörű ez az éjjel, bárcsak tekintsetek széjjel. Adjon Isten jó estét, köszöntjük a kis derecskét. Épp vigyáztunk anyájunkra, angyal jelennek számunkra. Azt mondta, világra jöttél, hogy minden ember szeressék. De hát mi menjünk fel, Betlehembe menjünk el, ott találjuk Jézuskát, a világ megváltóját. Ott is mindenütt, legyen mindig béke, szeretet
A mai kedves és szép délelőttünk utolsó mozzanatát szeretném bejelenteni a gyerekek közösségnekét. Remélem, hogy nagyon jól érezték magukat. A Mesevárovoda és Bölcsőde minden dolgozója nevében kívánok mindnyájuknak békés, boldog karácsonyt és boldog mi esztendőt.